Sziasztok srácok, Zsozé vagyok, ez pedig egy új sorozat kezdete, ami nem más, mint a Rising World játékkal fog foglalkozni. December 3-án jött ki a játék, egy túlélő, kraftolgatós, építgetős játékról beszélünk, de azt hiszem, hogy nincs is mit mondani, csapjunk bele a lecsóba srácok. Nos, itt is vagyunk gyerekek, amit tudni kell a játékról, az nem más, mint hogy kicsit Minecraft-szerű, az az igazság. Nekem ezzel semmi gondom nincs, és iszonyatosan magával rántott a játék, lehúzott, mint a szaros bugyi gyerekek. Úgyhogy rá is cuppantam nagy erőkkel, és elkezdtem játszani. Nagyon tetszik nekem a játék. Tehát nemrég vettem meg, de azóta ezt csapatom, megállás nélkül, és valószínűleg elég aprólékos részleteibe bele fogunk menni a játéknak sorozat jelleggel. Van multiplayer része is a dolgoknak, ezt is ki fogjuk majd próbálni. Azonban előtte érdemes körülnézni, hogy mit hogy kell csinálni. Igazából még én sem nagyon vagyok otthon a témában, de akkor kezdjünk is bele, gyerekek. Ó, micsoda forestes hangulat. Igen, hát itt hiába várunk, nem változik loggá a fa. Kloffolni kell, gyerekek, lendülettel. Itt is van. És akkor megyünk tovább. Kell ilyen 3-4 darab fa, az biztos. Ahhoz, hogy tudjunk csinálni egy-két dolgot, amire az elején bizony szükségünk lesz. Mi a bánatos lehúgyozott sós kifli van, gyerekek, ez nem akar kidőlni. Hát mindegy, kíváncsi vagyok most mi lesz. Jesus! Nem semmi, na mindegy, ezt is kivágjuk. Szóval, mint említettem, az építésre, igazán az építésre van fektetve itt a hangsúly, de valami brutál szép textúrái vannak az építő elemeknek, és hihetetlen, vártam már, mint Forestbe, hát ha log lesz belőle, szóval hihetetlenül szép textúrái vannak az építős blokkoknak. Nézzétek itt a malac, gyerekek, telirűztel, picsárúgjuk, ó, oh! Gyerekek, az első seglugtalan malac a világon. Igazi desznyóvágásokat lehet rendezni a játékba, ezt is majd ki fogjuk próbálni szintén. Hát viszonylag sík ez a terület, úgyhogy én arra gondoltam, hogy itt le is pattintjuk. Ott egy tehén, egy kecske, gyerekek, micsoda romantika. Vigyázni kell, nehogy ráharapjon valaki a slagra. Na de akkor nézzük is, hogy hogyan tudunk kraftolni. Ugye kell nekünk egy olyan cucc, hogy crafting pad, hiszen ez dob hozzá rengeteg kraftolni. Oh, Jesus! This is design. Gyerekek, nem semmi. Lehet még szint váltani, meg minden. Elsírod magad. Lumber kell nekünk, ugye? Ezt meg is keressük, ez a lumber. Ja. Mennyi kell? 16. Le is kraftoltuk nagyba, és akkor milyen színű legyen? Sötét, gyerekek, a sötét dizájn kedveljük. Ez lesz most. Na, és akkor van egy craftpadunk, elvileg. És igen, van. Jó. Ezt le is szúrjuk ide. Mondjuk a játékban egyébként elsírod magad, lehet kaszálni. Tehát olyan dolgok vannak, hogy nézel, mint halaszatyorba. Ide a fa alá rakom, hogy árnyékba legyünk. De valahogy nem akarja. Így jó. Itt lesz, srácok. Na és akkor ugye ide jövünk, és itt már mindjárt elvileg több. Oh Jesus, oda néz, van itt minden. A lámpa részleg tiszta, mint az IKEA-ba, gyerekek. Azt, milyen dizájnos cuccok vannak. Itt a kasza elvi. Oh! A szilvás gombócot is tudunk csinálni. És itt is van a kaszánk. Gerebje! Gyerekek, 25 kilós kalapács, ha esetleg valami bontási munkálatokat vállalnánk itt fusiba. Ezt meg tudjuk tenni. Jó, nézzük, kell nekünk egy ilyen putris megoldás. Ez 32 stick kell. Az inventorinkban van ez a cucc. Jó, kraftoljuk le stikké. Milyen szépen mondtam magyarosan. Először azt hiszem ennek kell kraftolni először, és utána stick. Igen. Mennyi? 32 volt? És már van egy ilyen forestből kiemelt modellezésű kis putrink, ami az ötösön van. Jó, ide lepattintjuk. Nem? De
Itt fogunk szovelni, gyerekek. Hát ha kilóg a fejünk, félő, hogy egy kecske nyakon húgyoz minket álmunkba, de azért megpróbálunk odafigyelni a részletre. Hogy kell aludni? Oh my god, gyerekek, ráült a sátor tetejére, és úgy alszik a forma, résnyire nyitott szemmel. Hát nem tudom, hogy takony részeg vagyok, akkor szoktam így nézni, na mindegy. Ez is megvan. És akkor hogyan tovább? Ugye szükségünk lesz nekünk egy ilyen kemencés megoldásra is. Bár azt még nem tudom, hogy a hónai mankosba kell használni, tudunk virágot szedni. Gyerekek. És akkor a bányászási folyamatot tudjátok megtekinteni. Hát lenyűgöző, nem? Tiszta zsírcraft. Egyébként én nagyon szerettem egy időben a Minecraftot az építkezés és a kreativitás miatt. Igaz, már nem hiszem, hogy fogok Minecraftozni valaha is. Viszont ez a játék egy kicsit visszahozta ugyanazt az élményt. Tehát így ráharap az ember, hogy ú, mik vannak, fejlődni, meg izé, ú, de lekváros. Szóval eléggé megtetszett a játék. Aztán majd kiderül. Enemiről nem tudok a játékban, hogy van. Elképzelhető. Igazából nem sok mindent tudok róla. Mondjuk azt, hogy semmit. És akkor a köveket elvileg így fel is vesszük. Néhány fáklyát is kéne összepattintanunk. Nézzük meg, hogy mindegy, most már kiszedek vagy 40-50 darabot, azt elvileg akkor megvan a kemencénk is. Úgyhogy veletek együtt tudom megtapasztalni ezt a dolgot, mert mint említettem, tényleg egyáltalán nem sok mindent tudok a játékról egyelőre. De hát majd belejövünk. Na és akkor elvileg van nekünk itt egy kemencénk már is. Szomszéd. Ó, gyerekek, és még itt is lehet dizájnt állítani, hát beszarsz. Azért az kemény, nem? Várjál, megkeresem. Mi kell nekünk most? Kemence, mert teljesen elvarázsol. Minden percben... Ó, fegyverek, gyerekek! Micsoda szekerce! Íííí! Hát ezzel vakarnák a hátadat, nem biztos, hogy örülné neki. Póster, kuka. Hát beszarsz, mik vannak. No, hol a kemencénk? Elvileg az utility, nem? Weaponsnál biztos nincs. Itt kell lennie, és itt is van. 128 ton. Az kemény. Hát akkor van miből gyúrni, gyerekek. Fákját azért mindünk kéne. Ez mi? Ezt kiütjük. Nos, srácok, akkor pattintunk össze némi fáklyát, elvileg. Van ilyen lerakós fáklya cucc. Meg is mutatom, melyik. Ez az. Ehhez 6 stick kell. Jó, akkor csinálunk sticket. Nem tudom, mennyit fogunk tudni csinálni, de a bányászásnál nyilván látnunk kell, mert odabaszunk egyet a tyúkszemes nagylábújunkra a csákánnyal. Nem biztos, hogy olyan jó fog esni. Ja, de sticky nem csináltam át. Sticky. That is good, szép magyar szó. Hát jön ebből ám. Azt a mocskos. 96 darab. Odavertünk keményen, gyerekek. Tudunk élni, ez azt jelenti. És akkor előkerítjük innen ezt. Ó, hát ez... Gyerekek. Ózdigelásunk, lazán. Zsebből. Meg is vagyunk elvileg, ugye? Nézzük meg az inventorink. Igen. Na, menjünk vissza a mi kis bányász Nokedlinkhoz. Ott lepattintunk egy fákját, de hol volt? Lebaszkódjatok már. Na várjál, visszamegyek. Igen, nagyon könnyen el lehet tévedni, és már nem látom, hogy hol van a craft asztalunk, meg az ilyen cuccaink. This is good. Ne idegesítsél már, hogy eltévedek 5 méterre az otthonomtól. Ja, itt van, jó. Igen, ja, ott van, jó. De akkor végig hasítjuk a füvet. Hát minél előbb kell egy kasza, gyerekek, mert nagyon idegesít ez a hatalmas fű. Azt itt lekaszolunk, ha már az önkormányzat nem csinálja meg. Ide lepattintunk egy... Hát milyen romantikus. Gyertyafényes bányászás. Besírsz. Na.
Elvileg van ilyen vas cucc, meg minden egyébként benne. És a ruhákat is a szövőszékkel kell nekünk megszőni, mint agymuter. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit tudunk összekloffolni. Nézzük meg. Ez mi a pöcsöm? Föld? Ez jó. Mondjuk lehet, hogy nem ártott volna először az összes kraftolós cuccunkat előteremteni, hogy lássuk, hogy mit tudunk még alkotni. Lehet, hogy az lesz a kemence utáni következő projekt. Valószínűleg, de megijedtem. Itt károg a varnyú. A varnyú. Na nézzük meg, hogy mennyi kövünk van. 128-at mondott, vagy annyi volt írva, ha jól emlékszem. Hát kloffoljuk tovább sovágy malac vágtába a köveket. Aztán, ha összegyűlt, akkor visszahasítunk, aztán összedobunk egy kemencét. Amiben sütjük majd a lekváros kenyeret. Üssed már, csontarcú. Igen, ez a bányászás elég noki. Még nincs annyi. Valahogy automatikusan veszi föl a köveket egyébként. Tehát ha ide jövök, ott marad, de mégis... Ami... Ugye telik az inventorim kövekkel, úgyhogy... Nem tudom, hogy működik ez. Kitapasztaljuk, gyerekek. Arra is megyünk egy kicsit. Ércet még nem láttam a játékba egyébként. Nem is sokat játszottam vele, csak éppen belekacsingattam. Úgyhogy... Annyira nem is vágom a témát. De nagyon megtetszett első hangulatra, első benyomásra. Azt a... Hát hogy kiharaptuk, öcsém? Milyen vállas csókával lehetünk, gyerekek, ha így kitépi a falból a követ? Nézzétek meg, 5 köbmétert 2 perc alatt. Nagyon küldi neki a srác. Lehet, hogy majd ezeket a bányászos részeket azért vagy felgyorsítom, vagy valamit kezdek vele. Nézzük meg. Most hát elvileg most jó. Vagy egy hiányzik, 128-ot 2 stack. Igen, azért sok hasonlóság van a Minecraft és ez között, teljesen látszik. De hát se baj. Nézd meg a malac. Itt legelészik. Adunk neki egy brióst. Azt a... Gyerekek, halántékon vertük. Üres az inventória. De ez mi ez? Hide body. Hide body. Ó! Oh, a vámpír malac, gyerekek, semmivé tűnt. Beszarsz. Na, nézzük meg akkor, ugye van itt egy kemence. Elvileg. Igen. És akkor van egy kemencénk. Nem szarral gurítunk, gyerekek, már is nyissuk a pékséget. Na, azt a mekkora! Hát nem semmi. Hát ebbe aludni lehet, baszod. Ó, eldobtuk. Jó, ne haragudjatok, hogy itt bénázgatok, de... Nem tudom elforgatni, és... Lehet, hogy el kéne. Mindegy, így rakom. Hol az eleje? Itt. Hát legyen így. Jó. Majd beletanulunk, hogy hogy a rágba kell lesz csinálni. Na itt is van a kemencénk. Azt a... Hát milyen búbos kemencénk van, beszarsz. Csak nem tudom megnyitni. Srácok, ez volt az első rész. Lehet, hogy annyira nem izgalmas, viszont beletekinthettetek a játékba. A következő részben valószínűleg az összes ilyen kraftolós itemnek fogunk neki esni, hogy lássuk, hogy az egész játékban mennyi mindent tudunk csinálni, illetve milyen érdekességek várnak ránk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan a következő rész. Pacsi mindenkinek!